A zöldek összeállítása Szűcs, Balog, Dragoner, Vukmirmszor sikerült megverni az Zalaegerszeget. A Magyar Kupa küzdelmei során a harmadik percben azonban támadnak a vendégek, Faragó hagy ki egy helyzetet. 3 perccel később megjön a válasz, Lipcsei, remek indítás, Tököli zicserbe kerül, lő, Turi azonban véd, hanem is magabiztosan, azonban hárítja. A Tököli féle löketet pedig megpattant előtte. Aztán a 12. percben Kenesei ront el egy szabadrugást, hiszen belelövi a ferencvárosi sorfalba. Itt pedig már Leo pörget bele egy szépet a labdába, és teheti ezt még egyszer, hiszen hibáznak az zalaegerszegi védők, és a kapus is hibázik, nem ő nem. Turi ért oda, Tököli elé. Aztán negyed óra múltán az első ferencvárosi szöglet, Leo lő kapásból, bicit fölé. Aztán jön rögtön a második szöglet, ott megpattan a labda, Tököli belövi, de vajon érvényes-e a gól? Rohannak a ferencvárosiak, Szarka játékvezetőhöz nem érvényes, mégpedig azért, mert a lassításon is látszik, Kristont kézzel ért a labdába. Mindez a 32. percben történt, aztán a 37. perc eseménye, Pengsza bűvül egy picit a labdát, aztán jól indít, Tököli fut keresztbe, ott a lövés, Turi azonban hárít ezúttal is. Most sem kifejezetten magabiztosan, de megvan a labda, szépen rázta le Tököli Urbánt. Most pedig már az első félidő utolsó percében járunk, Lipcsei lő centikkel mellé. Megkapta a labdát, nem sokat teketóriázott, rögtön lőtt. A labda azonban mellé szállt, így nincs gól az első félidőben. Első mérkőzés az mindig sokkal nehezebbek a dolgok, de ezzel majdnem játszunk rosszul, és szerintem abból a két gólból lehet, hogy egyet meg lehetett volna adni, amit rúgunk, vagy rúgtunk. Úgyhogy hát nem tudunk gondolni, és nem játszunk szerintem annyira rosszul a csapat. Kicsit előre talán gyorsabban kéne játszanunk, és akkor még több lehetőségünk. Az iram az... 49. perc, ott folytatják a fiúk, ahol abba hagyták az első félidő végén. Pengsza ad be, Leo fejjel, épp hogy mellé. Remekül adta be Marek Pengsza a labdát, még szebb ez a csukafejes. Picit megy csak a kapu mellé. A mozdulat bizonyítja, hogy Leo azon brazil focisták közé tartozik, akik jól fejelnek. És jól is tudnak beadni, és tud fejelni Marek Pengsza is, azonban fölé száll a labda. Figyelemre méltó azonban, hogy a kis Marek Pengsza hogy lefejelte Szamosi Tamást. Az 52. percben. 1 perccel később válaszolnak az egerszegiek. Balog, jól veszi észre, hogy érkezik Szamosi. Szamosi vághat vissza, Szűcs véd hatalmasat. Kapufára tolta ezt az erős löketet. A legnagyobb helyzete volt eddig a zalaiaknak, és egy kényszerű csere, a pályán pedig Keller József, Skukalek Igor helyett a Faternak becézett hátvéd össze nem kapott lehetőséget az első csapatban. Szűcs viszont igen, és meg is mutatta most, hogy miért. A megpattanó labdát remekül tolt a kapu fölé. 79. perc. Labdaszerzés. És ebből lehet fordulni. Lipcsei fölnéz. Jó az indítás. Nagyon nagy hiba Urbántól. Lehet vele menni. Tököli. Tököli Turival szemben. Megfordul. Forog még. És aztán belövi. Érdemes volt megvárni, hogy végül mit csinál Tököli Attila ezzel a labdával, mert belőtte a végén. Itt van a helyzet, kicsit megcsúszott előtte a labda, ezért kellett megállnia, aztán szépen improvizált, és megszerezte az idei kupa sorozatban a 3. találatát is. Eddig azonban talán ez volt a legfontosabb. Itt van az indítás, Urbán hatalmas hibája, a lába között pattan el a labda, aztán sprintelnek mind a ketten Szabó Zoltánnal vissza, hát ha meg tudják állítani Tökölit. Itt azonban nincs megállítás, nincs megállás sem. 79. perc, megvan a vezetés, aztán lejön Tököli Attila, helyén pedig életében először tét meccsen az Üllői úton, ferencvárosi mezben Tomás Sovunmi. Később egy kenesei szabadrugás, ami megpattan, Szűcs azonban magabiztosan fogja a 85. percben. Ez pedig már a 88. egy remek indítás, Pengsza. Picit hibázik, aztán jól veszi észre Sovunmit. Sovunmi, ő is hosszan tolja meg, és azután ütközik Turival. Le is fújta a bíró, ápolni kellett az zalaegerszegi kapust. Babati labdát veszít, kapics után Sovunmi.
Szabó Zoltán lép közben, aztán Kapic, ez egy remek indítás, érkezik Marek Pengsa a 92. percben, pazar gól, akár csak a szaltó. Itt az indítás, Kapic remek ütembe tette Pengsa elé, a megoldás pedig a lehető legjobb. Turi tehetetlen volt, ez a kegyelem döfés az Zalaegerszegnek, szépen jobb külsővel nyesett alá a labdának Marek Pengsa, aztán itt már a szaltóhoz használja a jobb lábát a szlovák csatár. Még egy jubileum a mérkőzés végére, Zovát János lép pályára, szintén először a Ferencvárosban. Örömteli 2-0-ás győztes mérkőzésen.